A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, 1997-ben járunk. Ekkor egy kiló gomba 304 forintba került. De voltak olyanok, akik olcsóbb megoldás után néztek. Sajnos nem mindig lett jó vége. Ezek az ártalmatlannak tűnő gombák akár egy egész család halálát is okozhatják, ha megeszik őket. A gyilkos galóca a legveszélyesebb gombafaj, mert mint a szakember mondja, az általa okozott mérgezés lappangás ideje hosszú, akár 40 óra is lehet, és csak ezután jelentkeznek a tünetek, a hányás, hasmenés és szédülés. Ezt egy tünetmentes időszak követi, ám ez nem jelenti a baj elmúlását. Ez a legveszélyesebb, hiszen ilyenkor szívódnak fel a méreganyagok a szervezetbe, amelyek azután visszafordíthatatlan elváltozást okoznak a szervezetbe, májkárosodás jön létre, és végül a beteg urémiába, veselégtelenségbe hal meg. Persze nem csak a gyilkos galóca okozhat mérgezést, ezért érdemes a természetben gyűjtött gombákat szakértővel megvizsgáltatni. Erre a piacon van lehetőség, ahol Szabó József reggelente várja az amatőr gombászokat, sőt az árusokat is, hiszen engedély nélkül nem lehet gombát forgalmazni. Mint elmondta, az összes gombát megsemmisíti, ha egy rosszat talál köztük. Amelyikben van egy galóca vagy egy mérgező, az egészet eldobom. Nem adom vissza. Mert a spórája ráhullik, az megy fel a mérgező miatt, megennék az egész gombát. Ez volt már az 1 perc retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.